Kedves gyerekegyetemisták, tisztelt szülők, kísérők, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a családi délelőttöt ismét velünk fogják tölteni. A mai alkalommal egy nagyon fontos fogalmat, egy nagyon aktuális fogalmat fogunk körbejárni, ez pedig az energia, energetika. Az első részben egy fizikus szemével tekintünk az energiára, és ehhez a legjobb embert sikerült megtalálni, Herten Károly személyében, aki nem csak beszélni fog az energiáról, hanem különböző kísérletekkel ezt szemléletessé is fogja tenni. Én nem is szaporítanám tovább a szót, annyit szeretnék majd mondani, hogy az előadás végeztével nem menjenek el, mert azt tervezzük, hogy a szünetbe fogjuk kiosztani a jól megérdemelt ezüst és aranybagoly diplomákat azoknak a diákoknak és a szülőknek, akik kellő számú eseményen vettek nálunk részt. Jó, hát akkor jó tanulást, jó szórakozást! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és hát a mai napon az energiáról fogunk beszélni. Fizikusként egy dolgot mondhatok, hogy az energiáról annyit mondanék elsőként, hogy a legnehezebben tanítható fogalom a fizikában. Mondom ezt azért, mert az energia minden egyes fejezetében a fizikának előfordul, tehát addig, amíg az ember a fizikának az összes fejezetén át nem rágta magát, el nem sajátította, addig csak fél információ, vagy hiányos információi vannak az energiáról. És akkor még nem beszéltem arról, hogy van egy tantárgy, egy másik tantárgy, a kémia, ahol úgy szintén minden egyes fejezetében megtalálható az energia. Csak úgy zárójelben mondom, hogy ez nem zárójelben, hogy még aztán biológiáról is beszélhetnénk, tehát igazából, ha szigorúan vesszük, akkor ez egy nagyon bonyolult fogalom, nagyon sok hit és tévhit van benne. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a fizika módszereit alkalmazva fogunk egy kicsit közelebb kerülni hozzá. Ez azt jelenti, hogy a fizikában a megismerés módszere az, hogy van egy jelenség, ami érdekel minket, aztán azt a tehát megfigyelés révén felfigyelünk valamire, ha fölfigyeltünk, akkor azt, mert hogy érdekel, akkor azt megismételjük, és a fizika módszereivel jellemzően ilyenkor mérni szoktunk, és megpróbálunk valamiféle összefüggést találni a jelenségnek a különböző paraméterei között. Nos, hogyha ez mind megvan, akkor már megvan az elméletünk, ekkor a fizikának annyi dolga van, hogy az egészet összecsomagolja, odaadja egy mérnöknek, és megpróbálja a mérnök használni az eszközeiben, amivel beleépít, amit beépít tudást az eszközökben. Az energiáról én azt gondolom, hogy nem nagyon szeretnék fogalmakat adni, tehát ilyen fogalmi meghatározás, mert elmondtam, hogy ez egy bonyolult dolog. Mindenképpen azt lehet mondani, hogy a mértékegységét, ha nézzük az energiának, akkor már önmagában a mértékegység ez avarba ejtő, mert olyan sokfajta energia mértékegységet találunk, és ennek az a magyarázata, hogy ahogyan az energiáról a fizikusok a felfedezéseket, a megállapításokat tették, különböző területeken különböző mértékegységek alakultak ki. Ugye mindenki tudja, hogy tudom én, mérhetjük kilovattórában, mérhetjük kilokalóriában, zsúlban, egy csomó olyan mennyiségről beszélhetünk, amelyek úgy ráadásul még át is kell számolni, ezek az átszámolások átlagban az embereknek gondot okoznak, de mégis ugyanarról a fogalomról beszélünk. Éppen ezért azt kell mondjam, hogyha történetileg megnézzük, hogy hogyan alakult ez a dolog, azt kell mondjuk, hogy a különböző tudományágak, hőtan, elektromosságtan, stb. Más-más mértékegységre jutottak, és csak egy kis szintézis kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy ugyanarról a fogalomról, az energiáról van szó. Az energiáról fizika könyvekben azt mondják, hogy munkavégző képesség. Na most, hogy ez fog kialakulni, már úgy értem a fejünkben, hogy ezt meg is értsük ezt a fogalmat. Hát ehhez nézzünk meg kísérleteket. Ugye a hőről beszéltünk, hogy hőenergia. A hőenergia az egy olyan izgalmas dolog, amelyet nem volt egyszerű megfogni. A hőenergiának egy darabig keresték, hogy mekkora a súlya, tehát próbáltak hideg és meleg, ugyanazt az anyagot hideg és meleg állapotban lemérni, mert azt gondolták, hogy az energia
az egy ilyen anyagi történet, és hát, hogy az ide-oda folyik, áramlik, csak éppen nekünk utána kéne nézni. No, minden esetre azt akarom mondani, az első kísérlet az lesz, hogy hideget és meleget összeeresztünk, és ebben egy energia átadási folyamatot fogunk megnézni. A hideg az itt található ebben az edényben cseppfolyós nitrogén, a forró pedig itt található ebben az edényben, ez elég még forrásban levő víz volt. Hát beöntünk egy kis forró vizet ebbe az edénybe, és ehhez hozzáöntjük a cseppfolyós nitrogént, amit érdemes megnézni, hogy a forró és a hideg kiegyenlítődik, tehát a hőmérséklet nem úgy van, mint a viccben, biztos ismerik azt a viccet, hogy Jean, hány fok van ide bent? 18, és ott kint 2, na akkor nyissa ki az ablakot és eressze be. Hát ez nem így történik, hanem hő kiegyenlítődés történik. Azt hiszem mindenki láthatja, hogy ez körülbelül így néz ki. Ami ebben izgalmas, az nem más, mint hogy a cseppfolyós nitrogén, amit beleöntöttem a forró vízbe, mínusz 196 Celsius fok hideg, ez a forrásban levő víz és a cseppfolyós nitrogén találkozásakor nagyon nagy mennyiségű gáz keletkezik. A cseppfolyós nitrogén egy literjéből kb. 1600 liter normál állapotú gáz keletkezik. És ugye a lehűlésnek következtében azt is látjuk, hogy a környezetben levő vízpára kifagy, és ilyeténképpen keletkezik ez a mesterséges felhő. Azt hiszem, hogy maga a jelenség sok mindent mutat. Például azt is, hogy ez a gőz, ez valami olyasmi, hogy a környezeténél hidegebb, tehát nem fölfelé száll, mint ahogy megszokhattuk a forrásban levő vízből, ugye fölfelé száll a gőz, ha valaki főzés közben nem, akkor, tehát ha másút nem főzés közben láthatta, és hát tulajdonképpen a kísérletünk arról szól, hogy a hőenergia átadását tudjuk megvizsgálni, illetve hát még ehhez még tartozik egy-két más jelenség, de erről majd talán egy kicsit később. A hőenergián kívül, bocsánat, csak nekem egy apróságot kell tennem, mert nem sokára megint forró vízre lesz szükségünk, és akkor az ide készített vízből csinálunk egy kis forró vizet. Így, mi? Így, mi? Jó. A következő kísérlet, ha már azt mondtuk, hogy munkavégző képesség, ez a dolog is elég gyakran el szokott hangozni, akkor először is a tőlem megszokott módon a diótörés az elő szokott kerülni sok esetben. Eddig az volt, hogy jellemzően a fejemen törtek diót. Most itt hoztam egy diótörő eszközt, amiről mindjárt megnézzük, hogy is működik. Ez a diótörő eszköz, ez ugye egy olyasmi állatkát mintáz, ami szereti a diót, tudjuk, hogy a mókus és a dió az elválaszthatatlan fogalmak. Ha valaki ezt szétszedné, tehát itt egy oldalvás van egy csavar, szét lehet csavarozni, és találhatunk benne egy elmés szerkezetet, amelyben ez a rész, ez egy fogaskerék, ez egy fogasléc, és tulajdonképpen a fogaskerék, fogasléc segítségével lehet megtörni majd a diót. Ugye az a lényege, hogy a dió megtöréséhez nem kis erőre van szükség. Ezt az erőt az ember így a puszta kézzel, hát ritka az az ember, aki így úgy összetudja nyomni a diót, hogy az el is törjön. Ezen segít ez a kis elmés szerkezet. Annyit kell tenni, hogy betesszük ide a pofák közé a diót, és aztán nyomunk egyet rajta, és sikerül megtörni, ahogy a mókus teszi. Na most az a kérdés, hogy mitől lett az én kezem ennyivel erősebb? Hát ugye az energiát, hogyha azt mondjuk, hogy az energiát, ami ehhez kell, szükséges energiát, az erő is az általa megtett út segítségével tudjuk kiszámolni. Amit érdemes megnézni, hogy ha itt egy centit mozdítunk, ennek csak a töredékét fogja mozogni a mókusnak a pofája, az legalábbis az alsó állkapcsa. Ez azt jelenti, hogy ennek segítségével a munkavégzésünk az nem lesz nagyobb, hanem kisebb erővel tudjuk mindezt megcsinálni. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik. De diót törhetünk másképpen is, és tulajdonképpen ez lesz a következő bemutatandó rész. Ez az úgynevezett M-szer-G-szer-H diótörő.
Ha megnézi valaki, hogy hogy is működik ez, hát van egy viszonylag nagy tömegű acélgolyó. Ha ezt a nagy tömegű acélgolyót ráhelyezzük erre a dióra, akkor nem történik semmi, ott fog rajta állni. Ahhoz, hogy ez meg tudja törni, ahhoz nekünk föl kell emelnünk a diót, bocsánat, a dió fölött ezt az acélgolyót, és ezt az acélgolyót, ha megfelelő magasságban elengedjük, és ráejtjük a dióra, akkor az el fog törni. Nézzük meg, hogy hogyan is történik. Én azt tudom mondani, hogy ennek a, ha valaki otthon csinál egy ilyen M-szergészer hádiótörőt, semmiképpen sem az asztal közepén, hanem inkább a láb fölött érdemes ezt működtetni. Hát, hogyha fogom magam, még fölemelem idáig, hát még nem történik semmi. Kicsit följebb, akkor már történik valami. Egyébként, hogyha keményebb diónk van, van ilyen is, hogy kemény dió, abban az esetben sokkal magasabbról kell rátejteni. Azt hiszem, hogyha valaki megnézi, akkor ennek van egy nagy előnye a kalapáccsal szemben, nagy valószínűséggel nem üt az ember az ujjára. Ezzel azt hiszem, hogy ez nem egy utolsó szempont. És ami még nagyon fontos ebben a kísérletben, hogy eljátszolgathatunk azzal, hogy megnézzünk egy energiaátalakulást. Ugye azt mondom, hogy elkezdem fölfelé emelni. Ha akarom, megnézhetem, hogy mekkora a tömege ennek a golyónak. Ezt egy mérlegre ráteszem, és rögtön fogom tudni. És azt is megnézhetem, hogy mennyivel emeltem följebb. Ugye minél nehezebb, annál nagyobb mennyiségű munkát fogok végezni, minél magasabbra emelem, annál nagyobb munkát fogok végezni, tehát ez az M-szer, G-szer, H szorzat, az nem másról szól, mint hogy ezeket a képletben szereplő mennyiségeket össze kell szorozni, ami még fontos, a G arra utal, hogy itt vagyunk a Földön. Ez a Földnek a sajátsága, ugye az azt jelenti, hogy azt mutatja meg, hogy a Földnek, a Föld vonzás körében a magára hagyott test mekkora gyorsulással fog repülni. Akkor, amikor az ember elvégezte ezt a munkát, potenciálisan lehetőséget adott ennek a golyónak arra, hogy munkát végezzen, akkor az csak annyit kell tenni, hogy elengedjük, és az elengedés pillanatában elkezd szabadon esni, és a szabad esésnél, ugye, ahogy lejjebb és lejjebb kerül, egyre nagyobb és nagyobb sebessége lesz. Ha össze akarjuk hasonlítani, hogy mekkora munkavégző képessége a folyamat során, azt kell mondani, hogy a munkavégző képessége a folyamat során állandó. Két részből fog állni, az egyik a helyzeti energia, a másik a mozgási energia. Helyzeti energia az az M-szer-G-szer-H szorzatból található ki, a mozgási energia pedig az 1-2 M-szer-V-négyzetből adódik. Na most, hogyha megnézzük, ahogy csökken a golyónak a magassága, úgy növekszik a sebessége, egyre nagyobb és nagyobb lesz a munkavégző képessége, mármint a mozgás energiája. Amikor a golyóval találkozik, a golyó és a dió találkozik, akkor a dió arra kényszeríti ezt a golyót, hogy megváltoztassa a mozgásállapotát, lecsökken a sebessége. Ehhez a sebesség csökkenéshez erőre van szükség. Ugye az F egyenlő M-szer-A képletből meg pontosan tudjuk, hogy amekkora lesz a golyónak a sebességváltozása, abban egyenesen arányos lesz az, hogy mekkora erőt fog kifejteni, és akkor így lehet látni azt, hogy a diónkat meg tudjuk törni. Jó, tehát azt hiszem, hogy ebben az egyszerű, otthon bárki által könnyedén elkészíthető eszközben is ott van a fizika, ott van az energia, tehát ha szeretnénk mindezt megérteni, akkor legalábbis meg kell mondjam, hogy az általános iskolában ez az energia, amivel elsőként találkoznak a gyerekek. Úgy gondoltam, hogy a mozgási energiáról mindenképpen ennyit érdemes meg a helyzetenergiáról beszélni. Az előbb beszéltünk a hőről is, és akkor most szeretnék megmutatni egy eszközt, amely az úgynevezett Stirling motor név alatt. Itt jó lesz, ugye Zoli? Ez Stirling motor név alatt található meg. Ez az eszköz, ez arra szolgál, hogy forró víz segítségével tudjuk működtetni. Hát öntünk egy kis forró vizet ebbe a pohárba. A forróvizes pohárra ráteszik ezt a Stirling motort, és tulajdonképpen ilyenkor azt kell látni, hogy a Stirling motornak van két lapja. Egy alsó lapja,
és egy felső lapja. Amikor a két lap közötti hőmérséklet különbség kellően nagy lesz, akkor az a motor ez szépen elkezd majd működni. Tehát ez azt jelenti, hogy a kísérleti eszközünknek van ugye két hőtartálya, egy alacsonyabb hőmérsékletű, ez a tetején van, és egy magasabb hőmérsékletű, ez az alján található. Természetesen, amikor én fogom és ezt az alsó tartályt kapcsolatba hozom a forró vízzel, akkor kell egy kis idő, míg a hőmérséklet különbség kialakul. Aztán csak egyszerűen elindítjuk ezt, hogyha eljött az ideje, és akkor pillanat. Jó. Igen. Tehát akkor utána csak el kell indítani, és tulajdonképpen a hőenergia segítségével fogunk tudni mechanikai energiát termelni. Hát ha tulajdonképpen kellően nagyra építenénk ezt az eszközt, akár még működtethetne bármiféle folyamatot, fúrógéptől kezdve egészen a turmixgépig bármit bezárólag. Tehát azt kell mondjam, hogy az eszközünk egy nagyon izgalmas eszköz, nem szeretnék túl sokat mondani róla. A gőzgéphez egy picit hasonlít, csak nem szükséges hozzá ekkora hőmérsékletkülönbség, hogy a Stirling motornak ez egy nagyon izgalmas része. Hulladékhővel is nagyon jól lehet működtetni, amit még érdemes tudni róla, hogy lényegesen csöndesebb működésű, mint a gőzgépek. Tehát ilyen csühögés meg efféle dolgokat egyáltalán nem produkál. Meglepően sokáig működik. Még egyszer mondom, amit érdemes megnézni, hogyha a hőmérővel megmérnénk az alsó lapot és a felső lapot, az alsó lap és a felső lap közötti hőmérséklet különbség lesz az, ami működteti az eszközt. Amit még érdemes megnézni, hogyha valaki esetleg közelebbről megnézi, akkor itt látunk egy dugattyút. Ez az oldalon van egy dugattyú a másik, tehát a nagyobbik térrészben, és a két dugattyú segítségével tudjuk áramoltatni a hőt, és ennek eredményeként azért ez elég sokáig működik. Ez az egyik eszköz, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni. Van egy másik eszközünk, ez teljesen mondhatnám, hogy a barátja ennek, vagy kis testvére, nagy testvére. Amit érdemes tudni, hogy itt is két hőtartályról beszélünk. Az egyik hőtartály, amit itt a kezemmel fogok, ez az A betűre hasonlító alumíniumból készült alkatrész, és a másik tartály itt fölül, hát nem is tudom milyen alak, virágszíromra hasonlító felső tartályrész. A kettő között egy úgynevezett Peltier-féle elemet találunk. Ez a Peltier elem, hogyha áramot folyatunk rajta keresztül, az egyik oldala megmelegszik, a másik oldala pedig lehűl. Abban az esetben, hogyha az egyik oldalát megmelegítjük, a másik oldalát pedig hidegen tartjuk, akkor viszont el lehet érni, hogy ez a Peltier elem áramot fog termelni. Ez az áramtermelés pedig arra lesz jó, hogy működtessen egy ventilátort. Ez az eszköz, ez egyébként kereskedelmi forgalomban kapható. Ha valaki megkérdezi, hogy mire lehet használni, hát ha otthon van az embernek egy kis kályhája, akkor a kis kályának a tetejére rátesszük, és amikor befűt az ember, akkor az alja megmelegszik, melegebb lesz a tetejénél, a hőmérséklet különbség pedig egy oldalirányú levegőt fog, oldalirányú légmozgást fog elidézni. Ez azt jelenti, hogy a kiskályhának a hőmérséklete által keletkező meleg levegő nem fölfele fog szállni, és a tetőben fog gyülekezni, hanem oldalirányra el lehet oldalirányba el lehet terelni, és ennek eredményeként a fűtésünk egy kicsit jobb hatásfokú lesz. Egyébként, hogyha kiskályánk elalszik, akkor pedig saját magától le fog állni a berendezés. Annyit még érdemes róla tudni, hogy úgy válogattam, hogy ez körülbelül 50 Celsius fok hőmérséklet különbségnél ez már el fog indulni és működni fog. Hát nagyon egyszerű dolgunk van, ugye körülbelül, ha forrásban van, akkor ez 100 fokos ez a víz. Ha beleöntöm a az edényünk egy kicsit le fogja hűteni, nem nagyon, és ha elhelyezzük, akkor ezen is rögtön fogjuk látni azt. Hát egy kis idő kell, tehát ahhoz, hogy az alsó rész, az A betű alakú feketére festett alumínium lemez,
az megmelegedjen, ahhoz idő kell. Úgy szoktam mondani, hogy a hőtani folyamatokat nem érdemes sürgetni, mert úgy is ellenállnak ennek a dolognak. És amikor a hőmérséklet különbség kialakul, akkor hát vagy egy picit kézzel meglökjük, ha türelmetlenek vagyunk, vagy azt is meg lehet várni, hogy kialakuljon, és akkor el fog indulni saját magától. Ugye a peltyi elem az két dolgot tud, egyik részű tudja a peltyi effektust, a másik esetben pedig tudja ennek az inverzét, azt pedig Zeebeck effektusnak hívjuk. Nagyon egyszerű a történet, képzeljük el, hogy van egy A fém, hozzá van kötve egy B fém, és aztán megint egy A fém. A, B, A. Ha áramot folyatunk rajta keresztül, akkor az egyik helyen A-ból B-be megy, utána B-ből A-ba, az egyik helyen melegszik, a másik helyen pedig hűlni fog az átmenet. Pontosan ezt csinálja a peltyi elemünk. És ennek eredményeként rögtön áramot tudunk termelni, és ennek az áramtermelésnek a segítségével, hát hogyha jól megfigyelik, akkor munkát is tudunk végezni. Tehát hőmérséklet különbségből fogunk tudni villamos áramot csinálni, és a villamos áram segítségével mozgatjuk a levegőt. Tehát az energia átalakulásokkal kapcsolatosan azt hiszem, hogy ezek a kísérletek, ezek az alapkísérletek jó, ha látjuk őket. Ha lenne esetleg egy olyan eszközünk, amelyel meg tudnánk mérni a felső rész és az alsó résznek a hőmérsékletét, akkor még többet tudnánk. Azt látjuk, hogy elindul valahonnan, ahol a pohárban levő víznek a hőmérséklete a legnagyobb a kísérlet elején, és ahogy a pohárban levő víz hűl, úgy a két rész, akár a Stirling motornál, akár az Zeebeck effektusunknál, a hőmérséklet különbség az minden esetben meg fogja határozni, hogy mekkora energiát tudunk ebből a rendszerből kinyerni. Azt hiszem, hogy ezen még egy darabig nézegethetjük, de hogyha már itt tartunk, akkor szeretnék megmutatni, ha már úgyis itt van a cseppfolyós nitrogén, akkor nem szoktam kihagyni, hogy a cseppfolyós nitrogént megmutatjuk. És a cseppfolyós nitrogén bemutatásához szolgáló eszköz, ezt most egy kicsit idébb teszem, ezeket önök felé fordítom, hogy tényleg lehessen látni. Na tehát, itt van a cseppfolyós nitrogénes tartályunk, és megnézzük, hogy a cseppfolyós nitrogén hogy is néz ki. Mit tudunk mondani energetikai szempontból a cseppfolyós nitrogénről? Ugye a nitrogén az egy levegőnek egy alkotóeleme, -196 Celsius fok a forráspontja. Ezt már tényleg nagyon sokszor elmondtam, de azt hiszem, hogyha az ember látja azt, hogy a cseppfolyós nitrogén ez a -196 mennyire elképesztő dolgokat tud produkálni. Az első dolog, hogy öntsük bele ebbe az üvegedénybe. Amíg az üvegedénybe betöltöm, és az üvegedényt lehűti a saját forráspontjának hőmérsékletére, valami elképesztő zubogást látunk, és ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű anyag felé fog áramlani a hőenergia, tehát gyakorlatilag egy kiegyenlítődés történik, a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére fog lehűlni az edény. Nézzük meg az edényt. Az edényünkről azt tudjuk, hogy üvegből készült, és az üveg az kettős falu. A két fal közül kiszivattyúzzuk a levegőt, és akkor tulajdonképpen a hőenergia áramlásának akadályaira szeretném fölhívni a figyelmet. Ugye a hőenergia hogyan áramolhat? Az egyik lehetőség az, hogy fölmelegítünk egy anyagot, azt betesszük egy csőbe, és ahol melegre van szükségünk, ott csinálunk egy jó nagy felületet, ugye ezt radiátornak hívják, előállítani a kazánba fogjuk a forró vizet például, a forró vizet csövön áramoltatjuk, a radiátornak nagy a felülete, az ott megmelegíti a szobánkat, és a hideg víz jön vissza, és akkor ennek eredményeként alakul ki egy ilyen folyamat. Ehhez az kell, hogy a meleget effektíve anyag mozgásával szállítjuk. A következő lehetőség az, hogy van egy anyag, és az anyagnak a két oldalán
egyik oldalán és másik oldalán eltérő hőmérséklet különbség van. Az eltérő hőmérséklet különbség miatt szeretnének ezek kiegyenlítődni, ezért azt fog történni, az anyag különböző rétegei átveszik az egyik oldalon a hőmérsékletet, és a másik oldal felé hőenergia áramlás történik, idegen szóval mondhatjuk transportnak is. Az, hogy milyen lesz ennek az intenzitása, az erősen anyagfüggő. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha megnézik, akkor mostanában az utóbbi időben igen, gyakran látjuk azt, hogy házakat vastagfalú hungarocellel csomagolnak be. Ez mind azért van, mert a hungarocellről mondhatjuk, hogy ez egy jó hőszigetelő. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós nitrogén mínusz 196 Celsius fok hideg, és én fogom a kezemben, és semmi gond nincs. Egy egészen kicsiny falvastagság is már elképesztően jó hőszigetelést tud produkálni. Tehát gyakorlatilag a hővezetés lesz az, amely a hőenergiát viszi. Tehát a hő áramlás volt az egyik, hővezetés a második. Van egy harmadik, a hősugárzás. Azt hiszem mindenki, aki emlékszik a nyárra, tudja, hogy pokolian meleg volt. Ezt nem másonnan kaptuk, mint a napból. És ugye a nap és a föld között a hőáramlás és a hővezetésről nem nagyon érdemes beszélni. Lehet, de gyakorlatilag elhanyagolható. Ahogyan érkezik az energia, az a sugárzás révén, elektromágneses hullámok hátán érkezik az energia. Egyébként az innen érkező energia nem csekély. Azt kell mondani, hogy négyzetméterenként durván 2 kilowattnyi energiát tapasztalhatunk. És hát igazából akkor ahhoz, hogy a cseppfolyós nitrogén ebbe az edényben jól meglegyen, sokáig is könnyedén megmutatható legyen, akkor egyik részről a hővezetés, tehát a hőáramlásról kár beszélni, hiszen itt a cseppfolyós nitrogén nyugalomban van. A hővezetést úgy tudjuk lecsökkenteni, hogy az edény belső és külső falak körül kiszivattyúzzuk a levegőt, és hát gyakorlatilag a anyag hiányában, ez persze nem teljesen van így, de nagyságrendileg mondhatjuk anyag hiányában, a hővezetés az nem lesz jelentős. Ami még izgalmas, a hősugárzás. A hősugárzást azért nem foglalkoztunk vele, mert ezzel meg szeretnénk mutatni magát az eszközt, de eljönnek hozzánk a Műegyetem Fizika Intézetében, az összes ilyen gyuháredényünk kívülről, belülről foncsorral van bevonva. Ez nagyon hasonló, mint otthon a termoszok. Ott a hősugárzás egyik legjobb megállítója a tükör. Ha meggondolják, a radiátorok mögé is szokás hőtükröt tenni, a radiátor és a fal közé, pontosan azért, hogy a lokálisan ott a fal ne melegedjen meg, és ne legyenek ott komoly veszteségek. Amit még érdemes ebben a környezetben elmondani, hogyha a cseppfolyós nitrogént megkérdezi valaki, hogy hogyan cseppfolyósítják, hát nem egy egyszerű történet. Egy Linde nevű ember volt, aki kidolgozta a nem cseppfolyósítható gázok cseppfolyósítását. Annak idején így osztályozták a gázokat. Ez körülbelül ahhoz hasonló, mint a gyerekkoromban, amikor én ilyen gépészmérnök meg gépésznek tanultam, azt mondták, hogy kétfajta acél van. Van a hegeszthető acél, meg a nem hegeszthető acél. Ma már azt mondják, hogy minden acél hegeszthető, csak technológiát kell gyártani hozzá. Tehát tulajdonképpen a nem cseppfolyósítható gázok cseppfolyósítása is így történik. Tehát semmiféle ellentmondás, oximoron nincs ebben a kifejezésben. No, tehát akkor a cseppfolyós nitrogént, hogyha hagyjuk megmelegedni, akkor rengeteg gáz keletkezik belőle. Erről egy példát is szeretnék mutatni. Megnézzük a cseppfolyós nitrogént, beletöltöm ebbe az edénybe. Így, és utána ebbe az edénybe tegyünk bele egy dugót, egy ilyen búvárcsővel. Azt hiszem, hogyha megnézi valaki, akkor rögtön láthatja azt, hogy a cseppfolyós nitrogénből egy szökőkút keletkezik. Ennek a szökőkútnak a keletkezése, ez, hogy óvatosan fogalmazzak, egy csomó energia folyamat eredményeként jön létre. Ugye amikor a kísérletet elkezdtem, maga az edény az szobahőmérsékletű volt, beletöltöttem a cseppfolyós nitrogént, és a cseppfolyós nitrogén pillanatok alatt az edényt lehűtötte. Abban az esetben, hogyha tovább nézzük a dolgokat, a dugóval, amikor elzárjuk az edényt, akkor a dugó
miatt nem engedi az edény azt, hogy szabadon eltávozzék a gáz, vagyis belül az edényben nyomás növekedés tapasztalható meg. Ez a nyomás növekedés, hogy a búvárcsőre hat, tehát a búvárcső az a legaljáig leír az edénynek, és a búvárcső, tehát úgy értem, a cseppfolyós nitrogén fölötti részben nyomás növekedés fog történni. Ez a nyomás növekedés, hát igazából ez még az általános iskolásoknak egy kicsit korai, de azért látom, azért nem csak általános iskolások vannak itt. Hogyha meggondolják, akkor ott lesz egy térfogat. Ez a térfogat, ez nagy nyomású gáz tartalmaz, és a nagy nyomású gáznak a térfogata, és a nagy nyomású gáz nyomásának a szorzatát, ha elvégzik fejben, az azt jelenti, hogy a nyomás newton per négyzetméterbe, vagyis paszkálba mérjük, a térfogatot köbméterbe, a kettőt összeszorozzuk, akkor newton szor méter lesz, vagyis éppen egy energiamennyiség. Úgy is mondhatnánk, hogyha valaki megnézi azt, hogy egy tartályban mekkora a térfogat, és mekkora a nyomás, a kettő mennyiségnek a szorzata fog arról árulkodni, hogy mekkora romboló erő van ebben a tartályban elrejtve. Tehát ha fölrobban ez a tartály, akkor ez a mennyiségű energia fog elszabadulni. Hát, hogyha van kedvük, akkor megpróbálhatunk egy egyszerű kísérletet. Hogy a romboló erőről, ha már ezt én így elmondtam, akkor tényleg egy nagyon egyszerű kísérletet szeretnék bemutatni. Én fogom, bezárom ezt az edényt, beleteszünk egy kis cseppfolyós nitrogént, és én fogom, és ide elhozom a szélére, és lezárom. Meg kell, hogy mondjam, az fog történni, hogy föl fog robbanni a palack, vagy ledobja a kupakot. Valamelyik a kettő közül. Nem véletlenül hoztam el ide, mert egyik részről nem szeretném, hogyha az elrepülő szilánkok bárkit is bántanának, másik részről pedig mindenkinek föl van figyelmét, hogy durranni fog. Jó, tehát ezt senki ne gondolja, hogy ezt büntetlenül meg lehet úszni. Az a helyzet, hogy ezt, amíg ezt teszi a dolgát, addig én itt rendet rakok az asztalomon, mert a következő kísérlet lesz az, amelyiket szeretném majd megmutatni. Azt fogjuk látni, hogy a cseppfolyós nitrogéntől az alja meg fog keményedni, tehát itt nagyjából itt az alja keményedik, a teteje az nem fog annyira lehűlni, és hogyha nem fog annyira lehűlni, akkor az annyit is jelent, hogy az ott nyugodtan tud tágulni, és ez a tágulás eredményeként látjuk azt majd, hogy mekkora nyomás van benne a palackban. Vagy legalábbis, bocsánat, mindjárt kiszállok a képből. Jó, én közben teszem a dolgomat és bemutatom az eszközöket. Ez akkor is fog jelentkezni ez a kísérlet, hogyha nem nagyon figyeljük. Akkor is meg fogjuk látni, hogy hogy áll a kísérletünk. Hát ha megnézik, egy kicsit már válasodik ez a palack. Az alja és a teteje között most már, szemmel is látható különbség van. Addig kikészítem az eszközeinket. Sőt, mi több. No. Tehát akkor, amit látják, ilyen fúrógépekkel, fúrószárral, izzólámpákkal, meg mindenféle mérőzsinórokkal fogunk kísérletezni. Ebből rögtön láthatjuk, hogy valamit az elektromosságtanról szeretnék mutatni. No tehát. Itt vannak az eszközeink. Szerintem abban ne foglalkozunk, ez sokkal izgalmasabb. Azt úgyis meg fogjuk hallani. Az a helyzet, hogy én szeretném, hogyha ezek után jelentkezne három önként jelentkező, aki a kísérletben segít. Gyere! Ki a következő? Gyere te is! Mind a ketten gyertek, ha van kedvetek. Jó. Adok neked egy ilyet, hogy mindjárt beszélünk róla. Ez lesz a tiéd, ez meg a tiéd. Jó?
akkor az a lényeg a dolgoknak, hogy elmondom, hogy ebben van egy, tehát volt egy leértékelés az egyik áruházban, és rögtön megvettem 3 darab púrót. Az első dolog, hogy amit a gyerekek nagyon szeretnek, hogy kibeleztem. Hát az azt jelenti, hogy ha megnézi valaki, ez az akkumulátor, milyen nehéz. Könnyű, tehát ez teljesen üres. Annyit csináltam meg, hogy ez a két kivezetése ide ki van hozva, tehát az akkumulátor az ki van belezve, a villanymotor szabályzó elektronikája úgy szintén ki van belezve, tehát tulajdonképpen amikor az ember ezt megforgatja, akkor gyakorlatilag egy villanymotor tud kulblival hajtani. Az lenne a kérésem, hogy álljatok úgy egymás mellé, hogy a kamera is lásson benneteket, és akkor azt nézzük, hogy ki tudja leggyorsabban forgatni. Ez lesz az első verseny. Na gyerünk, 1, 2, 3. Ahogy elnézem, te itt középen nagyon izzadsz a fejed, az nem, jó nehéz, ugye? Nem. Az az igazság, ha megnézik, akkor nagyjából én úgy próbáltam beállítani a kísérletet, hogy mindenkinek valami kis sikerélmény jusson. Na álljunk meg egy picit. Ha megnézik, akkor tegyük így egymás mellé, ezt a hosszát kéne megnézni ennek. Jó, tegyed te is így. Így. Na most, ha megnézik, akkor ő kapta, úgy gondoltam, hogy a legerősebb közünk, ő kapta a leghosszabb, legrövidebb kart, ugye? Tehát ugye az ő karja még ennél is hosszabb, tehát tessék megnézni, ővé a leghosszabb. De van még egy apróság, amit még nem nagyon lát senki, még te sem, és akkor ezek után mondhatod, hogy egy aljas gazember vagyok. Ha jobban megnézik, Zoli, mutassuk meg ezt a részt, akkor ez a rész itt rövidre van zárva. Tehát az ő a termelt árammal rögtön fékeztük is az ő kezének mozgását. Tedd meg, hogy megmutatod, hogy mekkora fordulatszámot tud kurvizni egy kicsit nekünk. Jó, próbáld meg, hogy minél erősebben, úgy? Nehéz, ugye? Most akkor vegyük ki az akkumulátortartót belőle, és akkor most is hajtsuk meg. Melyik a nehezebb? Így lényegesen könnyebb. Hát tulajdonképpen, hogyha a villanymotort mi forgatjuk meg, akkor jó esetben abból lehet egy generátort, egy áramgenerátort lehet csinálni. Adok neked egy izzólámpát, meg neked is akkor egy izzólámpát, és akkor nézzük meg, hogy tényleg tudunk-e áramot termelni. Tedd meg, hogy meghajtod, kicsit erősebben. Hát ez valamennyire világít. Kicsit forduljunk, úgyhogy lássa Zoli is a kamerával. Hát neked nem sokat fizetnénk, ha te szorgáltatnád az áramot. Jó, akkor nézzünk téged, hogy... Bocsánat, lássuk a kísérletet. Hát valamivel jobb, de túlzásban nem viszi. Na nem baj, tehát egyelőre azt látjuk, hogy akkor tényleg a mechanikai munkából villamos áramot tudunk termelni, és hogyha szigorúan fogod, kiúzom, akkor még azért azt mondhatjuk, hogy az izzószál az nem csak fényt termel, hanem hőt is. Ugye? Azt hiszem, ezt mindenki jól tudja. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha két áramforrásunkat összekapcsoljuk. Jó, tehát az egyik áramforrás itt van, a másik áramforrás itt van, összekapcsoljuk őket, és akkor kicsit gyertek annyira közelebb egymáshoz, hogy ez működjön, és akkor kérlek szépen, mi a keresztneved? Andris, tedd meg azt, hogy jó erősen megtekered. Én fogom ezt, hogy jó erővel lehessél, te pedig neked keresztneved? Bianca, az a kérdésem, hogy én most ne fogjad, csak tartsad, jó? Jó erősen tekernek, azaz. Jó, tekerjél, Andris, nyomjad. Jó. Ó, akkor most akkor nézzük meg, hogy te engeded el, és Bianca tekeri, te is dolgozzál, kedves Bianca. Azt hiszem, szerintem jól látszik, hogy áramtermelés folyik, ugye akkor nyugtass meg, hogy reggeliztél. Akkor vittél be magadba energiát, biztos zsíros kenyeret ettél. Ez vicc volt természetesen. Ennek eredményeként a kezével meg tudja forgatni a kart, forgassuk meg. A forgatás révén kicsit gyorsabban. Így is van. Tehát a forgatás révén mechanikai energiából villamos áram lesz, a villamos áramot elszállítjuk és felhasználjuk azon a helyen, ahol erre szükség van. Azt hiszem, ez mindenki számára elég jól követhető. Tedd meg, hogy most ellenkező irányba forgatod.
Ez az. Azt hiszem, hogy ez jól megy. Segítek, jó? Tehát tartsad egy kicsit? Majd én megmutatom, hogy ez megy egy kicsit gyorsabban, és csak erő kell hozzá. Az egyik irányba, vagy a másik irányba tekerjük. Azt hiszem, ez szépen látszik. Tehát áramot termelünk, szállítjuk, felhasználjuk. Tehát tulajdonképpen kicsiben itt van előttünk az elmű. Ez egy kicsit erős volt, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy egy modell arra, hogy mégis hogy kell elképzelni ezt az egészet. Köszönöm szépen, hogy együtt voltatok. Én meg szeretnék egy fölnőttet megkérni, hogy segítsen. Ritka az, amikor fölnőttet szóltok, de fogják érteni, hogy miért. Megtesz, hogy segít? Köszönöm szépen. Na most akkor nézzük meg, hogy melyik villanykarra van szüksége, tehát egy ilyen rövidebbet szeretne, vagy egy hosszabbat. Ott van a hosszabb, jó? És akkor én azt fogom csinálni, hogy ön lesz a motor, én pedig fúrni fogok. Jó? Tehát meg szeretném mutatni azt, hogy egy ilyen kézi fúró, az nagyjából tekerjünk egyet rajta. Jó, akkor pillanat, én megcserélem a polaritást, mert egy éppen ellenkező irányba forog, így soha nem fúrnánk át. Jó, tehát ez egész biztos. Jó, tudja mit? Jöjjünk ide, hogy az operatőrünknek több esélyt adjunk a dolog láttatására. Tehát akkor én ide jövök. Nem egyszerű, látják, de az az igazság, hogy ne ő rajta nevessenek, hanem azt, hogy lássák be, hogy ez a kísérlet nem más mutat meg nekünk, mint azt, hogy azért ezek a gépek nagyon nagy teljesítmények, hozzánk képest. Azt hiszem már, ez egy hülye biztos. Nem fogjuk átfúrni, annyi időm nincs. Nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor azt hiszem, hogy az energiáról, a teljesítményről ugye mindenképpen láttunk valamit, és mindenképpen azt szeretném mondani, hogy igen, egy kicsit még azt szeretném mondani, hogy ezek mind alapkísérletek, ezek természetesen az energiáról nem mondanak el minden, hanem csak elkezdtünk ismerkedni az energiával, mint fogalommal, és ezeket megpróbáltuk jelenségeken keresztül. Jó. Én természetesen még lesz egy kísért, amihez kell forró víz, úgyhogy akkor következőt szerettem volna megmutatni. No jó, az a helyzet, hogy az energiáért fizetni kell, ezt azt hiszem mindenki jól tudja, és arra gondoltam, hogy erről egy kis energia bemutatót szeretnék tartani. Hogy ez működjön, én most átvonulok, lekapcsolódunk arról a kameráról, és szeretném megmutatni önöknek, hogy készítettünk egy pici energiakalkulátort. Így van. A gyerekegyetem.hu oldalon a per kalkulátort mögé írják, de majd azt ígérték, hogy a nap megfelelő pillanatából ez elérhető lesz, tehát direkt kapcsolatot fogunk találni, tehát a gyerekegyetem.hu oldalon, gyerekegyetem BMHU oldalon még nincs fönn az energiakalkulátor, de nem sokára elérhető lesz. Ha valaki ezt a kalkulátort letölti és elindítja, akkor tulajdonképpen pillanat, megnézzük, hogy mit tudunk. Na. Tessék? Ez működik? No, tehát akkor az energiakalkulátorunkkal kapcsolatosan a következőt lehet tudni. A természetesen most mikor menjen másképp, amikor kell. Hát az energiakalkulátorunk itt található. Ez az energiakalkulátor talán abban fog segíteni önöknek, meg a gyerekeknek is, hogy előre meg tudják mondani, mennyi lesz a villanyszámla. A villanyszámlának az előzetes kiszámlálását ezt úgy fogjuk tudni megtenni, hogy egyenként végig kell menni a lakásban, és minden egyes fogyasztót föl kell írni. Ez található az első oszlopban. Az első oszlopban
Hát egy párat én beleírogattam, tudom is én Csillától, a mosogatógépig, a porszívótól, az elektromos fogkeféig, a töltőáramkörökig, úgyhogy mindent gorcső alá kell venni. Látjuk, hogy mindegyik 230 voltos feszültséggel működik. A következő, amire kíváncsiak vagyunk, hogy hány wattos. Ez a következő, amit be kell írni. Az áramforrásunk, vagy a táblázatunk ki fogja számolni, hogy mekkora áramerősség kell hozzá. Ez majd még esetleg egy másik alkalommal jó jöhet. És meg kell adnunk nekünk, hogy mennyi lesz ennek a fogyasztónak az egy hónap alatti bekapcsolási ideje. Ugye a bekapcsolási idő az azt jelenti, hogy hány órát működik abban a hónapban. Hát ugye ez egy olyan dolog lesz, hogy szerintem a család majd eldönti. Például, hogyha valaki azt mondja, hogy van egy hajszárítónk, akkor ugye meg kell nézni, hogy egy ember hány percig tud hajszárítani, és hogy egy hónapban összesen hány hajmosás van a családban. Hát ezeket a számításokat gondolom, hogy önök szülők biztosan segítenek a gyerekeknek. És akkor tulajdonképpen a kettőnek a szorzata, a teljesítménynek és az időnek a szorzata együttesen meg fogja adni azt, hogy mennyi kilózsúl energiát fog elfogyasztani az az adott eszköz. Aztán, hogyha van kedvünk, akkor átszámolhatjuk kilovattórában, hiszen a kilovattórából a legegyszerűbb átszámolni, mennyibe fog kerülni ez forintba. A legutolsó rész a forintot fogja mutatni. Mire lehet használni ezt az eszközt, ezt az Excel táblázatot, és mi az, ami egy kicsit, úgy mondom, hogy nem biztos, hogy ezt jól fogjuk tudni használni. Elmondom, hogy egyik része, hogyha mindent összeírunk, akkor ennek segítségével meg fogjuk tudni nézni, hogy melyik lesz az, amelyik a legnagyobb tétel lesz, vagy azt is megnézhetjük, hogy melyiken érdemes lesz elgondolkodni, hogy lecseréljük, másképpen használjuk, stb. Stb. Tehát az egyik dolog az, hogy ebben mindenképpen segíteni fog a kalkulátorunk. Még egy dolog van, amit nem szeretnék elhallgatni. Vannak olyan eszközeink, amire ráírják, hogy a teljesítménye, mit tudom én, 2,2 kW, legyen ez egy mosógép, de mikor mos, nem érdemes ebben a 2,2 kW-tal számolni, hiszen a mosógépnek a ciklusai vannak vízmelegítés, mosás, tehát a dobmozgatás, a centrifugálás, mind-mind más teljesítménnyel működik. Ezeknek az eszközöknek, én azt tudom mondani, hogy a modernebbeknek és a, úgy mondom, hogy az igényesebbeknek a honlapján meg lehet találni egy adott mosóprogram hány kilovattórát fog elvinni. Tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni. Ha megkérdezi valaki, hogy egy hűtőgépről mit lehet mondani, hát a hűtőgépről nehéz megmondani, hogy mennyit van bekapcsolva. Minden esetre azt tudom mondani, hogy a hűtőgépekre meg általában meg szokták adni azt, hogy mekkora a 24 fokos Celsius-ú teremben egy év alatt mekkora fogyasztás. Ott meg szokták adni. Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiről lesz ráhatásunk, és meg tudjuk változtatni vagy a viselkedésünket, vagy az eszköz lecserélésével. Mindenképpen ezen, ha van kedvük, akkor próbálják meg kitölteni, és meglátják, segíteni fog. Az valószínű, hogy kicsit a kupaknál ereszt, de tulajdonképpen nagyon nem is bánom, hogy eresztett. Amit viszont szeretnék megmutatni, és ebben köszönöm meg a szíves figyelmüket, hogy a cseppfolyós nitrogén öntöttünk a kísérletezés elején vízbe. Most föl fogjuk cserélni ezeket a szerepeket, tehát abba az edénybe cseppfolyós nitrogént fogok beleönteni, és a cseppfolyós nitrogénbe öntünk forró vizet. A kettő között az a lényegi különbség, hogy a cseppfolyós nitrogénnek a sűrűsége 0,9 kg per köbdeciméter, a vízé pedig 1 kg per köbdeciméter. Tehát amikor először kísérleteztem, először a sűrűbb anyagot öntöttem be, és a sűrűbb anyagra öntöttem a ritkábbat. Ez azt jelenti, hogy ezek nem keveredtek össze, a cseppfolyós nitrogén a forró víz tetején volt. Most előre beleöntöttük a cseppfolyós nitrogént, és a cseppfolyós nitrogént, ha már beleöntöttem, akkor a sűrűbb a kezemben van, az kerül utóbb bele, és hát azt kell mondjam, hogy nézzék meg, a kölcsönhatás a kettő között drámaian más lesz. Azt hiszem, hogy ezt nem is kell különösebben elmondanom. A magyarázat nagyon egyszerű. A nagyon híg
Tehát a kísérletben a híg cseppfolyós nitrogén az átbuborékolt a vizen, és tehát a kettő egymáson keresztül nagyon nagy felületen találkoztak, és ez a nagyon nagy felület adta meg a lehetőséget arra, hogy igen intenzív legyen az energia átadási folyamat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!